Sasvári Beáta az MSZP-DK önkormányzati képviselője mondandójában kiemelte, hogy számára mindig az ember volt a legfontosabb, minden döntést ennek megfelelően hozott. Támogatta, vagy éppen ellenezte a határozati javaslatot. Azt gondolom, hogy az 5 év tapasztalatából, ami nagyon fontos, hogy egy teljes más léptékű szemléletben működik a város, mint ahogy mondjuk én vagy mi baloldaliak gondolkodunk, mert tőlünk, vagy tőlem inkább azt mondom, mert nyilván mi is mindegyikünk más, nálam az embertől indul ki minden. Vannak fontossági sorrendek, amit azt gondolom az itt lakók életébe nagyon fontos. Először is a környezete az embernek, ami látható, amikor kimegy az utcára, a lakása körül, mit mutat, mi az, ami a lelkületét kicsit pozitívan emeli, és onnantól indul minden. Persze vannak más fontos dolgok, gazdasági tényezők, beruházások, ami fontos, de először is az, amit az ember itt megél a városban, hogy tud itt létezni, hogy nem csak megszületni lehessen, és talán meghalni itt, hanem a köztes tartalom, az élet is egy normális, fontos, tartalmas legyen. Legyen normális ellátás, infrastruktúra, egy gyönyörű, csodálatos, tiszta város, ahol élhetnek, dolgozhatnak a fiatalok, az idősebbek, nyugdíjasok, mind szórakozás, mind minden szempontból. Azt gondolom, hogy ezek fontosak. Persze, mint mondom, fontos az, hogy ezt miből tudjuk megteremteni, miből adódik, de én az elmúlt időszakban is a döntéseimben mindig magát, az embert emeltem előtérbe, a szerint döntöttem, és nyilván, hogy ezután is ezt szeretném tenni, az embereket szolgálni, a város fejlődését, jólétét, az élhető várost, egy normális olyan települést, ahol tényleg boldogan, és tán a fiatalok is jövőkép látva élhetnek. Természetesen ellenzéki politikusként elég nehéz volt ezeket a fontossági sorrendeket és szemléletet nekem tartani, de azért próbáltam mindig az embereknek a javát és a város élhető voltát szorgalmazni és támogatni. Választási híreink következnek. Ma délután a DK, Jobbik, MSZP, Momentum képviselőjelöltjei tartottak utcafórumot a Május 1 úton. Sasvári Beáta és Gerébi Ákos meghívott vendége, Gurmai Zita, országgyűlési képviselő, az MSZP frakció vezető helyettese volt. A jelöltek kiválóak, nekem mindig nagyon fontos az országjárás közben, hogy azokat a nőtársaimat erősítsem elsődlegesen, akik változást szeretnének. Azért, mert női polgármester van dr. Popovics Judit személyében, és hát nyilván van nekem itt egy nagyon kedves barátnőm, Sasvári Beát, akit nagyon-nagyon régóta ismerek. Nem először járok a Tatán a kampányban, hiszen nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis mindenkinek legyen hite végigcsinálni ezt a kampányt, mert a kampány egyre nehezebbé, egyre durvábbá válik, és azzal, hogy a polgármester jelölt asszonyt támadták, egyértelművé vált, hogy megfelelően kiváló jelöltnek tartják, különben nyilván vagy nem foglalkoznának vele. Nyilván vagy Ákos, aki nem csak a Magyar Szocialista Párt helyi elnöke, hanem önkormányzati képviselőként is az elmúlt időszakban dolgozott. Én azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy mi az, amire Tatának a következő időszakban szüksége van. Nyilvánvaló, hogy egyfajta építkezésre, sokkal inkább bekapcsolódásra az európai rendszerbe, és ezért is szeretnénk azt, hogyha közvetlen európai uniós forrásokat lehetne az adott településre hozni, független attól, hogy ott a polgármester melyik párthoz tartozik, hiszen én úgy gondolom, hogy az, hogy fejlesztések történjenek ebben a fantasztikus országban, amit Magyarországnak hívunk, ott nem lehet annak jelentősége, hogy kivezeti az adott várost, és sajnálatos a mostani tapasztalat az, hogy bizony a fideszes vezetésű városok sokkal inkább kapnak támogatást, mint azok, akik egyébként az ellenzékhez tartoznak. Néhány nap van hátra még a választási kampányból, én szeretném ezt az alkalmat megragadni, hogy megköszönjem azoknak a támogatását, biztatását, akik velünk közösen végigcsinálták, támogattak a kampányba. És hát persze azoknak is szeretném megköszönni, akik bíráltak, hiszen a bírálatokból is lehet tanulni. És azoktól pedig szeretnénk elnézést kérni, akiknek a napi rutinját megzavartuk, vagy a napi pihenését, de hát ez erről szól ez a választási kampány. Az lenne a kérésem, hogy menjenek el szavazni, válasszanak, hiszen aki úgy gondolja az, hogy Tatán jobban mennek a dolgok, ők is találnak lehetőséget arra, hogy jelöltet találjanak. Aki pedig úgy gondolja, hogy változtatni kellene, azok pedig támogassák az összefogás jelöltjeit, támogassanak engem is. Megígérjük azt, hogy a tevékenységünk során az emberek lesznek a középpontba állítva, egy picit azok a látványberuházások helyett, amik az elmúlt időszakban történtek.